Na hellóken, folytassuk a Modolt Minecraftot, tehát Age of Engineering. Ugye, a következő célom az lenne, hogy enderás gépeket csináljak, amik mindenféle jóságot csinálnak nekem, és mindenféle fasz a dologra tudom őket használni. Ugye már csináltam egy szegmét és alloy smeltert. Ezekben ugye találtam dungeonöket, amikben voltak chestek nyilvánvalóan, és voltak bennük ilyen kis ilyen dolgok, ez a Mystery Wrapped in Tin Foil, valami misztikum wrapped tin fóliában, nem tudom mi a szar. A lényeg az, hogy olyan, mint a kapacitor, nyilván craftoláshoz nem jó, viszont gépekhez lehet ide tenni, alapból 100 000 erre fér bele, így pedig ötszöröse, és nagyon durván gyorsan csinál akármit, például Diamond, Puty, egyesével csinálja. Nagyon szar. Na mindegy. Úgyhogy ja. Ez így működik. Ugye az Ender Eye, mint a nevéből is adódik, Ender. Tehát nagyon sok Ender Pearl kell hozzá, amiből nekem 5 darab van. És éppen ezért csináltam egy pár Machine Chases-t, nem tudom pontosan mennyit. 6 darabot. És nekem ugye valamikor fogtam Soulvile-be Enderman-t, tehát van egy Endermanem, amit majd tudok spawnoltatni, van egy spawneröm, amit át tudok alakítani, ez ugye alapból a zombi spawner, viszont ezt majd át kell alakítanom. Ű, ez mindjárt eltörik a kurva életbe. Ezt meg kell javítani, a kardot. Illetve egy pár dolgot még akarok csinálni, sharpening kit. Merre jár? Itt van. Manúlium van, 5 manúlium az elég lesz. Szóval, ugye Enderman-t akarok spawnoltatni Powered Furnace-ben, amihez sajnos kell, nem Power Furnace, Power Spawner, amihez alapból valamilyen fej kell, viszont kell egy Z-Logic Controller, ami Slice and Spice-ba, ami pedig így készül, viszont van egy probléma, méghozzá az a probléma, hogy mi a probléma? Valamit nem tudok megcsinálni. Itt mindent meg tudok csinálni. Valamit nem tudok megcsinálni, mert Enderman fej kell hozzá. Ja, persze, a spawnerhoz magához. Ja, igen, ilyen hülye vagyok. Ez kell alapból egy Enderman fej. Nem, bocsánat, nagyon hülye vagyok. A Power Spawner-t, illetve a Slice and Splice-t akármilyen fejjel tudjuk, meg tudjuk csinálni. Viszont a Soulbinder-t, ahhoz Enderman, Creeper, Skeleton és Zombi fej kell. Ugye a Soulbinder az, azt tudja, hogy Soulvile-ba elkapsz egy lelket, amilyen állatot akarsz spawnoltatni. Van egy spawnerod, ami tök mindegy, hogy milyen bizonyos energia és szint bekerül, és akkor át tud konvertálni. És akkor az már nem broken spawner lesz, hanem Enderman spawner, ha jól tudom. Tehát egy teljes értékű spawner. Ja. Közben ez megsült. Ja, simán inventory-be átcraftoljuk, az kész. Szupi szipi. Illetve csináltam egy ilyen manúlium kobalt clevert. Ennek a feje manúlium, tehát az éle. Vagy mannyilva, tehát ez, többi pedig kobalt. Az a lényeg, hogy tettem rá, ugye alapból ez a clever, ez tehát lassabban lehet vele ütni, és nagyobb az esélye, hogy fejeket dob. Viszont tettem rá beheadinget, tehát lefejezést, hármat, mert hármat tudunk ugye alapból rátenni. Ez ilyen Tinker's Constructor cucc, ami gyors meg is mutatok, hogy ott meglátom a, itt a könyve. Modifiers. És van kell olyannak, itt van Behering. Egy Ender Pearl és Obsidian kellett hozzá. És most már sokkal nagyobb az esélye, hogy fejeket kapok. És én szedtem is fejeket. Ahogy nem tudom merre vannak. Várjunk, csak itt volt valami, nem volt. Ja, itt vannak.
3 skeleton, 10 zombi és 4 creeper. Illetve megöltem, hogy 25-30 enderment és egyik se dobott fejet. Tehát lehet, hogy ez másképp van, mert rákattintok, nincs semmi, hogy mob drop. Többi fejnél szerintem van. Nincs. Akkor mob dropba már nincs is. Na mindegy. Úgyhogy következő lesz, ez lenne az első cél, második cél pedig az lenne, hogy most már ezek is kúra sokat zabbantanak, illetve gyak, valamit akarok csinálni ugye az Empowerer-be, tehát itt ez kúra sok energiát zabál. Kicsit fejlődni kell, méghozzá kell nekem egy bank, ami ez a 25 milliós, ez az. Ez a Vibrant Capacitor Bank. Amihez kell Octadic Table, amihez Basic Capacitor, és egy csomó ilyen dolog. Úgyhogy a kövi lesz. Ez természetesen nem elég. Úgy kell ezt csinálni, hogy a rózsa, oké, ezek megvannak. Van egy trükk egyébként, amit majd remélem szerint mindjárt megmutatok. Tehát rózsa van nálam. Mi kellett még? Ardite, Garnet, meg cuccatok itt lesznek. Mondjuk kettő ez a Garnet, igen. És az a titok, hogyha... mindjárt mondom. Csak előbb ugye ezt mind megcsinálom. Úgy fasza. Az a titok, hogy alapból ez a recept. Ugye resztonia kristályjal. Viszont, hogyha nem resztonia kristályt teszek, hanem resztonia kristály blokkot, akkor ugyanúgy egy dologgal 9-et kapok, csak ez nem 400 000 RF, hanem 4 millió RF bekerül. Tehát nagyon durván meg fogja zabálni itt az energyinket. És sokkal tovább is tart. Ebből akkor csinálunk kettőt. Addig... Kettőt, az mennyi? Egy, mondjuk... A 4 oktadik kell. Ez megint kell majd... Ja, ez csak Alloy Smelter kell, ugye? Ja, Alloy Smelter. Ami pedig nyilván van. Tehát kell 4 oktadik. Mindegyik oktadikhoz kell Double Layert, ami 13... Mi? 4 oktadik. 4x4 az 16. Bocsánat, csak 8 kell, 4x2. És ebből kell akkor 16 basic kapacitó. 16. 16x4, 6x4 az mennyi is? 24. Tehát az 64 ilyen restonia cucc, ami kúrosok. Ebből lesz még 9, ez nem lesz elég. És ez 3 millió RF, meg ezekből is nagyon megzabálta a dolgokat. Hú. Úgyhogy legyen most először ez a célom. Gyors bepakolom, de még nem indítjuk el a craftingot, úgy nem indítom el, hogy nem teszem oda középre. Viszont kevés RF-et termelünk igazság szerint, én azt mondom. Most tegyük el. Úgyhogy én olajat akarok méghozzá, ez a canola oil, ami pedig szidoil oil. Ez a canola oil. Ezt pedig úgy csinálunk, hogy squeezer kell. Canola oil. Viszont van olyan dolgom, hogy Actual Editions módba. Nem, akkor azt írjuk be, hogy kanola. Van ilyen kanola presszem. Ugye én most kanolát termelek elég durván nagy mennyiségben. Ugye most megyek aludni. És az a lényeg, hogy generátor segítségével 100 RF per ticket tudunk termelni kanola olajból. Ja. És canola seed
kell majd nekem a kanola olajba, és a kanola olaj ezt valahogy ja, igen, már tudom mi a probléma. Az a probléma, hogy én csövezni akarok, de nem kell csövezni, mentem rossz értelemben. Ezt kell, mi kellett még? Aj. Ez, illetve még egy stack cobblestone például. Tehát nem kell nekem csöveket használnom, majd kettő darab. Ez úgy működik, hogy kell hozzá energy, ennek a kanulát beteszik, és kanula olajat csinál belőle, ami tök jó dolog. Ez még nem tudom stackelni, na mindegy, ebből kell még pár, mi nincs hozzá. Ez a hülyeség. Azt a hülyeséget meg úgy csináljuk, hogy gold kábel, ami pedig itt lesz, és ott nincs. Szipi-szupi. Egyet tudok csinálni. Szuper, akkor ebből van három. Vagy egy páros kellene, na mindegy. És akkor van nekem olyan, hogy oil generator, ilyen actually additional cucc. Ami az Reinforced Stone Iron, azt kurva eget, ez drága. Import Canola Seed, pedig Canola Seed, vagy Crystallized, oké. Okay. Mondjuk így egy 16. Oké, okay, nem akart be. Ezeket le is kapjuk szépen. Szipi szupi, kanola, 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 kanola. Az? Ez mennyi ref kell? Nulla vagy mi a szar? Mindegy, ebből kell nekem egy pár. Na már ezt meg tudjuk enni, ezt nem is tudtam. Ja, így, hogy felett tölt vissza, hát nem éri meg kajálna. Úgyhogy ebből kell pár. Foglalkozunk szerintem az olyan dolgokkal, amik nehezek, amik sok ideig tartanak, hogy megcraftolja az ember. Méghozzá semmilyen dolgom nincs, ugye? Kompresszorban semmi. Szuper! Akkor ennek neki kell állni, viszont itt valamelyikbe, ó, akkor nem kell neki állni. Habár párat még kell csinálni. Steel plate van, carbon plate az lesz. Advanced alloy, nem ezt akarom, advanced alloy az iron bronze tin plétek, vagyunk bronze iron steel tin, valami nincs itt, ami kellhet nekem. Carbon plate az van itt, a más az nem nagyon, úgyhogy nincs. És miért nem izét adj? Ezt. És miért csak ennyit? Mert nincs iron plate-em. Szuper! Úgyhogy kell egy stack vas. Ugye? Az item, az nem jó. És akkor Metal Former segítségével ugye nyomkodunk ilyen dolgokat. Van egyébként egy presszer. Nem, az is Metal Former. Az ilyen nagyobb gép. Hol van az Actual Edition? Ez, nem, ez a könyv kell. Jól emlékszem, az a Heavy Machine és Metal Press, nem Metal Former. Ez ilyen multiblock. Tehát egy blokkonként fel kell építeni, és akkor így összeáll a végén. És ez is egy ilyen... ehhez kellene, ilyen majd fogunk csinálni, kell bele majd minta. Ilyen... plate minta, vagy nem tudom micsoda, majd utána nézek jobban. És... az valamennyivel gyorsabban csinálja. És kevesebb energiát zabál. Illetve nem EU-t, hanem RF-et, amiből sokkal több lesz majd nekünk. Ja, mert ugye itt csak a... Csak a szolárpanel működik.
Ezek egyébként tök gyorsak lettek, tényleg. Ez a négy úgysem lesz elég. Mármint a carbon plate-ből, úgyhogy kell még színpor. Van itt még egy kevés. Több nincs. Oké, okay, no problem. Hát olyan sok azért nem lett. 8. 8, 8, 8. El kellene pakolni néhány dolgot, nem kell. Nem kell, nem kell, nem. Ja, mondjuk Creston az kellhet. Na mindegy, most hagyjuk. Marad. Nem kell. Ezt bedobjuk. Ez nem kell. Többi marad. És mire várok egyébként? Erre vártam még hozzá azért. Tin bronz. Vagyis vas, bronz és tin. Szuper. Mert bele a kompresszorba, amit most persze használunk. Inkább azt csináld, még hozzá, én addig oil generator. Ilyet tudok csinálni, nem, mert nincs hardened stone, ami pedig kalkulátor, cobblestone és valamilyen planks. A kalkulátor az itt van. Oké. Okay. Tehát cobblestone és valamilyen... Nincs hardened stone, ez mi? Ez hardened stone, akkor jó. Akkor egyet tudok csinálni. Nem, ez reinforced stone, hülye vagyok. Cobblestone, akkor nem hardened stone. Ja persze, mert ez a hardened stone, ez bányászható. A reinforced stone meg nem. Cobblestone. Reinforced stone, szuper. Van egy ilyenem. Kepress. Más kell, más nem nagyon kell. Majd enderail cső kell, item can do it. Méghozzá ez, ami ez connection binder. A wood pulp az mi? Szegmélbe wood, oké, okay, ez nem olyan drága, mit akartok? Ilyet akarok. CF, small stone, stone dust, akkor homok meg clay, az nem is olyan rossz. Spulsating cucc, ez se rossz. Annyira, és három kell egyhez, gondolom egy kilencet ad. Tehát egy ilyen ingotból tudunk csinálni egy egy nyolcat, háromszor nyolc, ami 24 candle-t. Ami nem is olyan rossz. Tehát iron és ender pearl. Legyen mondjuk kettő darab. Bekeresztek. Akkor kettő darab. Szipi-szupi minden. Ez ugye... Erosionly. Szupi! Alloy smelter. Gravel az van, wood pulp olyanom nincs, úgyhogy szegmilbe kell woodot, ami nincs nálam, de van egy csomó, úgyhogy nem kell bánkodni. Mennyi van amúgy? 129, tehát még 2 stack plusz 1. Ja. Majd lássátok, mert kurva gyorsan megy. Oké, és oké. Wood pulp megvan, CF powder, stone dust, clay és sand. Az a baj, hogy clay nem hiszem, hogy van, vagy maradt nálam. Mert ugye az összeset ilyen hardened clayhez, vagy hardened claynek csináltam. Három darab, az nyilván nem elég. Akkor kell menni clayért, vagy mennyi kell igazság szerint. Abból csak egy kell, sand. Mennyi, vagy mennyi, ilyen kell. Ez kell 8. Ne, ez elég lesz. Sand meg stone dust. Elraktam. Sandből mennyi van? Nulla. Komoly. Ne szorakozzunk, volt egy csomó. Oké, okay, szennet valahogy nem tudok csinálni. Úgyhogy mondjuk szegmillezek cobblestone-t.
Gravel szegmű ezek. Na. Szuper. Végzett. Ja, nem. Jöpöcs. Hűt, tele vagyok. Az a könyv most nem kell igazság szerint. Ja. Ó, ez készség. Szuper, hogy izén volt, hál' Istennek. Na nézzük, mi az, ami megvan. Ez megvan? Nem, mert nem üzés, de amúgy össze tudom craftolni. Ja, persze, a stone dust az nincs. Tehát követ kell nekem szegmilezni. Nincs helyem, basszus. Remélhetőleg a sima kő is jó. Vagyis a cobblestone is jó. Na, ne szórakozzál, nem tök szegmélezni. Tapasz meg. Azért megnézem. Macerálni se tudok. Nem macer, ez kő, ez kő, ez belemegy. Macerátorba belemegy. Vagy csak bebugolt és nem írja a receptet, az is előfordulhat. Ja nem, így gravel lesz belőle, ugye? Nem, így sand lesz belőle. Ebből meg gravel. Nem, ebből is homok. Tök jó, amúgy nem jó. Akkor kell egy... Mi a tököm ez? Ez. Thermal centrifuge, amihez megint lehet, hogy föl fog robbanni, hál' Istennek. És kell crushed cucc. Kell kabösz. Oké. A thermal centrifuge a következő célunk. Thermal centrifuge, ami pedig a kurva égletbe. Annyira igazság szerint nem vészes, csak sok időt megint lecraftolni. Most hova raktam a kardomat? Jaj, itt van a kezembe. Mi volt az előbb az a hülyeség? Mégis szerintem minden mehet bele. Na, mi kell hozzá? Vas, meg az ilyen alap dolgok. Lehet, hogy kell... Ilyen sok minden már nem kellett. Lehet, hogy kell, lehet, hogy kell. Gumi... Coil az kell, azt láttam. Sőt, több coil kell, tehát kell még copper kábel, plusz még copper, meg aludni is. Basszus. Mondjuk mit csinálok? Mondjuk egy 32-t mindjárt rakunk ide, hogy csinálgassa. Így né? Ja. Kajánzok, alszok. És ebben a részben akkor legalább a Thermal Centrifuge-ig jussunk el, én azt mondom. Mekkora bunkó vagyok, amúgy nem. Oké, okay. Azt csinálj, mining lé... nem már, bazd meg. Nem baj, ez lapis vagy micsoda? Ja, lapis a faszt. Kobalt. Ez mi? Az még egyszerű. De bár ez nem kellett, hát én csináltam ilyet, vagy nem csináltam, ez máshol volt. Ilyet nem csináltam. Mindegy akkor. Ez meg ugyanaz. Ja. Oké, tehát az cucc halat kell fogni. Meg slime. Mud. Slime szigeten nem voltam fönt egészen véletlenül. Nem. Nem baj. Mert megint megvan minden nyerség igazság szerint. Néztekket kiszerek. Tehát minden nyerség megvan, csak megint mire lecraftolja az ember, meg ének ez egy évezred. Puty. Hát nem tudta az összeset, mert nem volt energy. Na bazd meg. Nem baj. Van 13, az is elég. Akkor.
Az megvan, kobalt az lesz. Halat kell majd fogni. Kell slime sziget. Meg mi van középen? Ez sima lap is, meg lap is. Akkor amit tudok, azt jelenleg megcsinálok itt a bázisban, és akkor elmegyek valami slime szigetre. Ja. Még 32, ez szerintem elég lesz. Szipi szupi. Elég gyorsan feltöltődött amúgy. Tehát mi kell, még halat kell fogni, meg slime sziget, ugye? Halat kell fogni, ja meg persze kobalt is, persze. Azt nem tudom, hogy a kobaltot azt kiöntöttem-e mind. Kettő blokk, az igen. Kröntsünk kobaltot, illetve... Hát egy kis köcsög zombi. A rohadék. Ugye kell még valamilyen nyersanyag, ami elég sok van belőle. Mondjuk a Bristol nyilván. És akkor slime sziget, vagy amivel még repülni nem tudunk, ezért felássuk magunkat. Azt mondom, hogy jé, mi a tököm ez. És van slime sziget, merre nézek? Erre fele valahol. Jó, ott van fönt, csak nem nagyon töltödik be. 16, az ugye a far, tehát a messzi beállítás. Van zöld meg lila, vagy mi az rózsaszín, nem az lila. Hát szuper. Amikor a sínyba lenézek, akkor az OBS-t szoktam nézni, hogy nem-e droppolja a frame-et. Mert veszélyes szokott lenni, hogyha mondjuk beállítod, hogy 30 FPS-be vegyem, és hogy jobban a sasakban látod, hogy hát 20, 17,5 FPS, vagy 18,3, meg ilyenek, és hogy elcsúszik a hang, Isten nem állítja vissza normálisra. Tehát ez olyan, mint a fugázás, vagy nem tudom. Tehát kicsit pár millimétert elkúrod, akkor a végén az már 5-6 centi lesz. És az a pár milliméter nem látszik, de az 5-6 centi az már nyilván látszik. Ugye nálam van a hammer, oké, nálam van minden cucc, ami kell. Most remélem, hogy a slime le fog majd lökni. Tudjátok, mi lesz a legszebb? Hogy én ezt a cobblestone szart én nem fogom már visszaleszeregetni. Ez itt fog maradni. Végig. Valamikor, hogyha tudok majd repülni, akkor majd leszedem. Az a legszebb, hogy ilyen fát tudok majd ültetni. Ez leesett. Hát, gratulálok. Itt vagy. Ugye ezt no tool. Akkor jó. És ugye az ilyet én át tudom craftolni slimeballá, ami ugye nekem kell majd itt a craftinghoz. Micsoda? Az nem kell. Ennyi elég, meg viszek haza izét. Ugye ezekre már lehet ültetni, nem tudom milyen slime glass kell. Ja igen, az dirt. Ezekre már lehet ugye majd ültetni, szóval az jó lesz. Folytok le vizet. Ez nem folyik sokáig, vagy mi? Ops! Meg jó, hogy van perbek alapból. Oké, ez 8-as, ez 9-es. Páncél föl, tovább. Az a baj, hogy ilyenkor ugye a szintem az csökken, ami nem jó. De most már tudok otthon vetni ilyen slime fát, ami jó, vagy ültetni. Ugye szint az majd elég sok kell lenni, vagy fog majd nekem kelleni. Úgyhogy, hogyha sokáig nem is jutottunk el ebbe a részbe, viszont azért néhány dolgot csináltam. Illetve, szuper, illetve
egy Experience Obelisk sket akarok csinálni. Ez minden megvan igazság szerint, csak ez nincs, ami Solarium, az micsoda? Soul Sand és Gold, akkor az is lesz majd mindjárt még egy csomó. Illetve valahol kell lennie. Oké, lesz még négy. Van egy kevés. Öt. Azt hiszem pont öt kell, amin egy azért csinálok még Furnace. Nem Alloy Zone, szuper. Lassan, hogy nagyon zavarjanak. Na, akkor mi kell? Ilyet még nem csináltam. Redstone, Gold és Glowstone. Na, kurva eget bele. Nem úgy csom. És akkor csinálok egyet, és akkor mindig majd letárolom az XP-met, mert nem olyan sok van. Gold, Redstone, Glowstone. Ja. Itt a Machine Chases, amiből van egy csomó. 60, azt hiszem. Hát itt nem látom. De mit volt? Amúgy ilyen 60. Ne éges létszi olyat. Szupi szupi. Sok hülyeséget kipakolom. Na. Elvileg megvan minden. Egy olyan... Egy ilyen, ilyet nagyon... Egyszer használtam, hogy a gold, és akkor feltöltök mindent, és le akarok venni mindent. Szintenként le tudjuk venni. Ez mi? Ezt itt meg 10-ként, itt meg az összeset. Ja. És hát azt hiszem, akármennyi XP-t tud tárolni, akármennyi szintet. És valahogy ebből tudunk ilyen potit kinyerni, nem tudom, hogy... Ha jól emlékszem. Oké. Tehát a következő részben akkor az a Thermal Centrifuge, és haladunk tovább. Hogy jobb, több áramunk legyen, mert én ezt külön áramforrásra akarom. Mert én úgy akarom, hogy ilyen megújuló energia igazság szerint a gépekhez, amit nagyjából használok, még amiket használok, mert hogy a később majd automatizálásnál nagyon meg fog ugrani a szükségletünk, illetve mire ez kúra sok áramot zabál, ezért kúra sok áram neki. Úgyhogy egy ilyen 5-6 kanola oil generator, és oil generator az 500-600 RF per tick. És hogyha én ilyen crystallized canola oil-t akarok, vagy nem tudom milyen canola oil, van ez a sima canola oil, meg a... Nem tudom milyen oil, van még másik fajta oil, lehet, hogy simán csak crystallized oil. Igen, empowered, bocs. Hogyha ilyet akarok, majd hogy csinálok? Empower, az hol van? Empower canola oil. Itt van. Ja, ehhez meg crystallized canola seed. Tehát alapból nem canola olaj kell, hanem crystallized, ami pedig gondolom ez. Mindjárt meglesem. Ja persze, ide pakoltam mindent. Ja, simán crystallized. Amelyek ugye ez. Szupi! Nos, ugye a következő részben azokat fogjuk csinálni, amiket az előbb mondtam. Valószínű, hogyha nem felejtem el, valószínűleg nem fogom. Úgyhogy kösz szépen a figyút, találkozunk legközelebb, hellóka!